Sziasztok, kedves barátaim! Folytatjunk a tervünk szerint, ami erre a hétre terveztünk, és ma fogunk beszélni veletek, együtt fogunk gondolkodni a szív megnyitásáról. Írjátok a kommentekbe, hogyha itt vagytok, ti mit értitek az alatt, hogy szív megnyitása, és én a rövid intro után mindjárt visszatérek, és megbeszélünk veletek együtt. Oké, itt vagyunk. Akkor kezdjünk madártávolatról. Általában nagyon sok ember fordul a pszichológushoz, hogy vannak nekem ilyen érzelmek, és azokat szeretnék megszabadulni, mert szenvedés fájdalmat okoz. És most a világban általában mindenkinek van valami érzelmek, főleg kialakult koronavírus helyzettel kapcsolatosan. De akkor mit lehet tennünk? Ember elmegy, és akkor mondja, hát vannak ezek a problémák, szeretnék megszabadulni, és sokszor a pszichológus mondja, jó, hát gondoljál pozitívan, legyél pozitív, vonzzál gondolatokkal, jó dolgokat, és akkor így minden rendben lesz, de ember megcsinálja, és lehet, hogy érzi valami rövid távú javulásokat, de hosszú távon újra és újra ott találja magát, mint vannak azok, akik újra és újra házasodnak, akik évente vagy minden évente többször vagy egyszer váltották a munkahelyet, és így tovább, és így tovább. Szóval vannak ezek a dolgok, amivel mi találkozunk, és ilyen csak pozitív dolog, az kicsit javítja, de hosszú távon nem. És a megoldás az a szív megnyitása. Mit jelent, hogy szív megnyitása? Ez is egy ilyen kis példán szeretnék nektek elmondani. Először hasonlítsunk össze, mi történik, amikor nekünk csak egy ilyen, amikor mondanak, hogy pozitív legyél, vagy meg kell változtatni a külső helyzetet. Például, hogyha most nem lenne ez a válság, ami beköszönt, akkor sokkal jobban éreztünk volna magunkat. Ezért várunk, nézzünk a napokat, nézzünk a híreket, mikor már megmondják, hogy na, hétfőtől nyílik a ország, a világ, folytatódik. Csak egy ilyen válság újra fog bekövetkezni. Egy példát mondom, van akinek van probléma a házával, lakásával, vagy mindig leesik a vakolat újra és újra, vagy megsárgol a tapéta, vagy lehámlik a festék, és ember mondja, jó, hát akkor gyorsan meg kell javítani a vakolatot, megjavítom, vagy próbálok megjavítani, újra festeni a tapétát, vagy festéket újra festem, és utána az megint leesik, vagy megsárgol, és így tovább lehullik, és megint rossz érzelmeket ébred. És ember azt mondja, hát igen, ezek az érzelmeknek az oka az a festék a falon. És én próbálok mindig javítani. Így próbál élni általában a többség az ember a világában, hogy reagálni a külsős dolgokra, és ezek a külsős tényezők ébresztenek bennem beteg vagy fájdalmas érzelmeket, mint most a koronavírus, most akkor érzelmeket, negatív beteg, fájdalmas, kényelmetlen érzelmeket ébreszt bennem. Oké, akkor nézzük meg, hogyha mi házat úgy építjünk, vagy így javítjunk, ahogy most meséltem, és nem nézünk kicsit beljebb, hogy igen, megyünk láncolatba. A probléma az, hogy rossz érzelmek kelti bennem a ház. És az a helyzet, ami kialakult, hogy mindig probléma van a fallal, ez okozza nekem beteg érzelmeket. De hogyha én kicsit nyitottabb vagyok, és tanulmányozok, lehet, hogy a ház, amelyiket
javítók rossz helyen van felépítve, vagy rossz a szigetelése, vagy salajtromos, mert az alap által felszívja a vizet, annyi sok tényező van. Hogyha ezt nem derítem ki, nem nézem egy kicsit globálisan, és nem váltom egy kicsit a szemléletemet, akkor mindig fogok küzdeni ezzel a problémával, és ahogy látjátok ebbe az esetben, az érzelmek mindig ismétlődni fognak. Na most akkor mit jelent, hogy szív megnyitása? Hát közelítünk a válaszhoz, most arból a szempontból nézünk, hogy nekünk vannak érzelmi problémák. És mi azt gondoljuk, hogy érzelmi problémákat kelti a kialakult helyzet. De védikus pszichológia válaszol, hogy a mi problémánkat, a mi érzelmi fájdalomoknak van egy alapja. És az alapja az a cselekvés. A cselekvésnek van egy alapja. A cselekvés alapszik a szemléleten, vagy a paradigmán. Hogyha az embernek rossz a szemlélete a körülményekről, a világról, ezt fog okozni nem megfelelő tevékenységeket, aktivitást, cselekvést, erre fog reagálni a környezet, és fog ébreszteni bennem beteg, fájdalmas, kényelmetlen érzelmeket, élményeket. Ugye, így is működik. És hogyha nekem mondjuk valakivel van rossz kapcsolatom, a rossz kapcsolat az is sokszor alakul az én nem megfelelő értékrend alapján, nem megfelelően állok hozzá az emberekhez, vagy emberhez, és ez fog ő fog reagálni erre, és akkor nekem fog okozni, mondjuk így, mintha ő okozna beteg élményeket, vagy érzelmeket, beteg, fájdalmasokat. Gondolom értitek, miről van szó. Oké. Nézzük meg egy példát. Egy hölgy egyszer mondta, hogy neki nagyon rossz volt mindig a kapcsolat az anyukájával, mindig nagyon szenvedett, és nagyon nagy gondjai voltak, és ő most akarta kijavítani, megjavítani ezeket a kapcsolatokat, és elkezdte máshogyan viszonyulni. Elkezdte úgy viszonyulni, mint a lány az anyukájához. És utána mondta, hát ez nem igaz. Meddig ezt kell csinálnom? Hát 3 hónapon keresztül ezt csinálom, ez egy nagyon fárasztó. De mi a válasz? A válasz az, hogy egész életedben így kell csinálni, mert ez a megfelelő. Ez a szemlélet, ez kell, hogy legyen az alap a te életedben, amire alapozva te viszonyul az anyukádhoz. És akkor rendben lesz a kapcsolat. És mondta, tényleg, fú. És már is mondta, most megkönnyöböltem, hát igen, ez így kell, hogy legyen, nem hogy valameddig, mert akkor az nagyon nehéz, de hogyha így látom, akkor már most ebben a pillanatban megkönnyöböltem, mert tényleg van anyukának az anyuka szerepe, nekem a lánya szerepem van, akármilyen korkülönbség, vagy akármilyen felnőtt vagyok, akkor is így fogok vele tenni. Nos, akkor a szív megnyitása, ez egy folyamat. Itt vagyunk már a válasznál, hogy ez nem egy percről másikra fog történni. Hanem, és erre nem mindenki készen áll. Nem mindenki képes elkezdeni ezt az utat. Ez egy nagyon komoly út, mert be kell próbálni, meg kell tanulni, beletekinteni saját magának a belsejében. És ott változásokat szépen kell létrehozni, és a kezdődni fog minden a szemlélet által a változások. Ez a lényeg a szív megnyitásához, hogy én akkor nyitott kell, hogy legyek, nem
csak reagálni a úgynevezett külső okokra, ami most van, karantén, be vagyunk zárkozva, zárva. Ettől idegesek leszünk azokkal, akik vagyunk bezárva, nem tudjunk őket már elviselni, és ez pont mutatja, hogy ez a világ, ahol éltünk, nem megfelelő értékrendre volt alapozva, ezért, amikor így most megváltozott a helyzet, most ezt kijönnek ezek a dolgok. És ezért mi mindig hangsúlyozunk, hogy használjunk erre ezt az időt, hogy javítsunk az életünket. És akkor nyitni a szívet, kész kell lenni erre, érett kell lenni rá, ez egyik fontos dolog. A másik, ami fontos, megnyitni a szívet, az próbálni olyan tudást keresni, ami szépen engem fog vezetni ezen a szív megnyitási úton. Szóval ez egy belső út, amit meg kell tegyünk, hogy nyertesek legyünk ebből a kialakult, úgy néz ki negatív helyzetből. Nagyon sok ember még hálás lesz ennek a helyzetnek, mert nagyon-nagyon jó átértékelés történik belőle, és ez egy nagyon jó dolog. Közben nézem kommenteket, köszönöm szépen. Hogy vagytok? Jó, végén válaszolok. Lehet írni kérdéseket nyugodtan. És mi nektek próbálunk segíteni, értetek törekszünk, hogy kapjuk minél több, vagy adjunk is, minél több gyakorlati tudás. És mit tudok tanácsolni? Mert természetesen most ez a pár perc alatt, mint beszéljünk, most már 12, megnyitni szívet nem lehet, mert ez megint egy folyamat. Én azt tanácsolom, maradjátok velünk, minden videó, amit Lila Sukadász, vagy én és a többi társaink, barátaink készítenek, minden ezt szolgálja, hogy nyissuk meg a szívünket. Megtanuljunk ezáltal értékelni azokat, akik vannak hozzánk közel tartozók, akivel együtt lakunk, akikkel együtt férfeleség, gyerek, mert leszoktunk ebbe a világba, rohantunk, és most bezárkoztunk és idegesít, mert most kellene időt befektetni az én gyerekembe, feleségembe, a férjemre, lenni csak én is ős foglalkozni, és le vagyunk szokva, és nem tudjunk ezt csinálni. De hogyha megváltoztatjuk a szemléletet, a paradigmát, az sokkal könnyebb fog nekünk történni. Jó, akkor mi nagyon törekszünk, hogy segítsünk nektek, mi is gyakorolunk, nektek is ajánljunk, nagyon jól működik. Aki kész van köztetek, úgy érzi érett és bátor, erre kell bátorság, akkor tessék követni minket. Akik még nincsenek kész, ők is kövessenek, mert gyorsan-gyorsan meg fogtok érni, és készen lesztek. Természetesen van még Bhakti Yoga csoport, Bhakti Paddásszal, oda is lehet csatlakoztatni, ott is van sok gyakorlat, akkor van védikus filozófia, oda is lehet csatlakozni, itt a Facebookon, ott is adjunk filozofikai szempontból, hogy hogyan változtassunk meg a szívünket, nyissuk meg a szívünket elsősorban, lehet oda csatlakozni. Oké. Hogy vagytok? Jó vagyunk, köszönöm szépen. Akkor igen, a Schuster Zsolt kérdezi. Minden rendben veletek? Velünk minden rendben. Mi nagyon örülünk mi is ennek a helyzetnek, hogy jól dolgozunk belül, és nagyon sokan, akivel mi beszéltünk, aki lakik Krisna völgybe, nagyon örülnek, hogy azt mondja, olyan mély Krisna tudat, lelki fejlődés, lelki belső munka még sose volt, mert ez a helyzet nagyon erre kedvező, szóval így
így van ez a elégedettség és boldogság. Jó, oké. Megint kérdezi a Zsolt, hogy egy hónapja otthon karanténban vagyok, egy részről hangulat ingadozásom, aha, bezártság miatt, hogy tudnám ezt kezelni. Uh-huh. Kezelni úgy tudjunk, ez a bezártság, hogy akkor halljunk, olvasunk eféle információ, tudás, előadásokat, és ez fog nekünk segíteni. Szóval mi most bezártság, mert mi nem akarunk befele fordulni, mi megszoktunk kifele élni a világot, és most nem tudunk kifele élni, akkor tanuljak befele. Oké, akkor hogy kell, mit kell csinálni? Ahogy most felsoroltam, van ez a kettő csoport, bhakti jóga és a védikus filozófia, ott nagyon sok gyakorlatias dolog van részletesen, ahol segít rögtön befele fordulni és dolgozni. Mert ez egy izgalmas, igazi kalandos út, a belső út, amit meg kell tenni a szív megnyitásához, ezért én ezt tudok javasolni. Kövessétek, mi is járjunk belső útot, és nektek is javasoljunk, nagyon-nagyon izgalmas, nagyon kalandos és nagyon érdekes. Rendben, oké. Nem húzom az időt, mert ennyi, ez túl hosszú lett már, nem terveztem. Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy fog sikerülni nektek, biztos vagyok abban. Köszönöm a lájkokat, még lehet, aki nem lájkolt, lájkoljatok. Iratkozzatok fel a csatornára, a YouTube csatornára, Bhakti Pad Das, arra a csatornára lehet feliratkozni, meg lehet osztani a videókat, várunk a kommenteket. Köszönöm szépen, kedves barátaim, legyitek elégedetek, mert minden rendben lesz. Hare Krishna!